Jó reggelt kívánok minden süsfelnap hallgatónak. 8 perccel járunk reggel 8 óra után, és azt gondolom, hogy például a közlekedés során, hogyha a dugóban ülünk is, okozhat olyan feszültséget bennünk, amit aztán meg jól hazavihetünk, és esetleg otthon a családnak meg jól kiadjuk, és feleslegesen velük veszekszünk, pedig nem is rájuk haragszunk. Na majd egy ilyen helyzetet is átnézünk, mert hogy megérkezett ilyen korán reggel, már itt van velem vendégem, Dalnoki Dóra mediátor. Jó reggelt! Jó reggelt, Szandi, és a hallgatóknak is konfliktusmentes jó reggelt kívánok. Köszönöm szépen, hát majd ebben legyél a segítségünkre, hogy azt meg hogy kell, hogy konfliktusmentesen éljünk, vagy kell-e egyáltalán konfliktusmentesen élni, ezt majd mindjárt átbeszéljük. Viszont szeretném így a beszélgetésünk elején megköszönni, hogy ilyen korán keltél. Láttam az Instagram oldaladon, hogy fel is tetted a követőidnek a kérdést, hogy ki szeret még sötétben elindulni, mert hogy ugye te is sötétben indultál el ide. Igen, igen, ez is lehet például valakinek egy konfliktus helyzet. Abszolút, ez is akár egy feszültséget okozhat benne. Na, de kezdjük el a beszélgetést onnan, hogy mi az, hogy mediátor, hogyha valaki most találkozik ezzel a kifejezéssel először. Mit csinál egy mediátor? Mit csinál mondjuk egy mediátor másként, mint egy pszichológus? A mediátor rövid szóval konfliktusban segít. Két félnek eligazodni kommunikációban, amikor egyszerűen nem értik meg egymást. Hogyha arról beszélünk, hogy mi a pszichológus és a mediáció közötti különbség, akkor azt tudom nagyon egyszerűen mondani, hogy egy pszichológus visszamegy a múltba, visszavisz téged, és onnan kezdi el meggyógyítgatni azokat a dolgokat, amik a jelenben problémát okoznak. Általában egy-egy ilyen terápia nagyon hosszú, 1-2-3 évig is eltarthat. Többnyire egy klienssel foglalkozik a pszichológus. A mediátor jelenben dolgozik, viszonylag gyorsan tudja megoldani a helyzetedet. Nagyon fontos dolog, amire most felhívtad a figyelmet, mert hát ma azért valljuk be, eléggé felgyorsult világban élünk, és az ember, ha már végre eljut oda, hogy segítséget kér, főleg egy pár, ugye ott azért férfi is van, ők tudjuk, hogy nehezebben nyílnak meg ilyen szempontból, hogy akkor gyors segítség legyen. Tehát itt például nekem ez már egy nagyon szimpatikus dolog, hogy nem az van, hogy akkor tényleg visszamegyünk a gyerekkorunkba, hanem ott akkor megoldjuk a problémákat, illetve a jelennel foglalkozunk. Aki hozzád elmegy, többnyire, hát ugye a konfliktushoz gondolom többnyire két ember kell, bár láttam az Instagram oldaladon egy olyan bejegyzést is, hogy akár saját magunkkal is lehet konfliktusunk. Na de hogy mennyire jellemző egyébként az, hogy ennyire tudatos egy pár, hogy esetleg még mielőtt végleges válásra kerül, vagy válásra kerül a sor, előtte mondjuk azért igyekeznek egy mediátor segítségét kérni. Ez egy nagyon jó kérdés, mert hogyha azt mondom, hogy mediátor vagyok, akkor azt szokták mondani, hogy aha, vállóper. De a mediátor nem egyenlő a vállóperrel. A mediátor bármilyen konfliktusos helyzetben kisegít téged, amikor nem érted meg magad a másikkal, és ahogy említetted, ez a belső konfliktus, hozzám rengeteg kliens jár úgy, hogy egyszerűen feszültség van saját magában. Nem tudja, hogy mi az elakadása, akár az üzleti életben, akár magánéletben. Tehát a konfliktus van belül, te ebből egy érzést érzel. És hogyha tudatos vagy, felismered, hogy van konfliktusod, én biztos vagyok benne, hogy mindenkinek van, még annak is, aki azt mondja, hogy nincs, mert ő még nem tudja, hogy van. Úgyhogy számos eset van, a vállóper ugye az az egyik, a másik például a kedvencem az üzleti viták, amikor egy munkahelyen összezőrengizik-e a főnökével, vagy pedig a két vezető közötti vita, vagy akár elbocsájtanak valakit, és egy munkaügyi vitában kell segítkezni. De most maradjunk a karácsonynál, ha már itt vagyunk, én azt nagyon szeretem. Tipikus eset, otthon, kiállítja fel a fát és hogyan, vagy pedig utálom a beiglit megsütni, és akkor ezt hogyan mondom el a másiknak. Úgyhogy erről készítettem ezt a karácsonyi viták sértődés nélkül sorozatomat az Instagramon, pontosan azért, mert hogy az emberek nem veszik észre, hogy konfliktusban vannak, és érzelmvezérelten nekiugranak a másiknak, pedig ezt lehetne sokkal szebben is. Igen, és akkor már ott is tartunk, hogy tulajdonképpen a témánk aktualitása az ez, hiszen itt vagyunk most már ezen a héten az adventi koszorún a harmadik gyertyát gyújtjuk meg, jövő héten bizony már szenteste van, és hát te ebben segítesz, hogy ez az időszak, ez kicsit könnyebben teljen az embereknek, mert hogy az Instagram oldaladon, TikTokodon elindítottál egy ilyen kis adventi készülődés konfliktusmentesen című kis akciót, és azt írod, hogy karácsonyig minden nap hozol egy tippet, trükköt, hogy feszültségmentesen tölthessük a várakozással teli varázslatos 24 napot, hát úgy nagyjából most a felénél tartunk, elképesztően jó videókat töltesz
tesz fel. Ugye ilyen pro-kontra videó, hogy mondjuk van egy feszültséggel teli helyzet, azt általában az ember hogy próbálja megoldani, nem feltétlenül mondjuk a megfelelő módon, és te hozol egy olyan megoldást, hogy akkor ezt például lehet így kommunikálni. Tudnál mondani egészen konkrét példákat? Mondjuk most mondtad ezt a fenyőfát, szerintem ezt kb. Mindenki el tudja képzelni, de hogy vannak még esetleg, hiszen a videóid is erről szólnak, és nagyon tetszik, hogy konkrét példát hozol, illetve amit még kiemelnék a te oldalad különlegességében, hogy te nem azt mondod, hogy nem szabad veszekedni, meg nyomjuk le a torkunkon, nem mondjuk ki, hanem hogy de lehet konfliktus, sőt, hát ez van is, de meg lehet oldani, van rá megoldás. Igen, ennek örülök ennek a kérdésnek, mert hogy én a konfliktusok barátja vagyok, én kimondottan pártolom a konfliktust, ugyanis, hogyha ezek nem lennének, nem tudnánk előre jutni. Tehát a konfliktus az tulajdonképpen egy probléma körüli körözés, csak nem értünk szót. Úgyhogy én azt mondom, hogy ami a küldetésem is, hogy szeretném a vitakultúrát fejleszteni Magyarországon, és ezáltal az emberi kapcsolatokat javítani. De térjünk vissza a konkrét példához. Akartam még mondani, hogy azt gondolom, hogy tényleg ez a karácsonyi időszak, ez konkrétan ilyen darásfészekben nyúltál ezzel a témával. Ennél aktuálisabb nem lehet, mert itt talán még olyan családokban is van konfliktus, akiknél alapvetően mondjuk nem feltétlenül jellemző, de ilyen helyzet azért kihozza az emberből ezt, hogy mondjuk előjön egy olyan konfliktus, ami korábban mondjuk nem volt jellemző. Igen, és tudod miért? Mert nem, hogy de mondd meg! Mert hogy érzelmeink akkor eléggé magas hőfokon égnek, és a konfliktusban az a probléma, hogy az érzelmeink mennek elől. És hogyha érzelemvezérelten beszélgetek valakivel, akkor nem veszem észre azt, hogy ott van egy másik fél, hanem a probléma körül az érzelmemmel vagyok benne, tehát dühös vagyok, frusztrált vagyok, üvöltök, csapkodok, és nem azt mondom el, amit valójában szeretnék. Mondjuk halljuk be, hogy a nőkre ez amúgy is jellemző, hogy nem feltétlenül egészen konkrétan. Nekem a férjem azt szokta mondani, hogy ne kertelje, konkrétan mondjam meg, ne azt mondjam el, hogy de jó lenne, hogyha el lenne mosogatva, hanem azt mondjam, hogy légy szíves szíve, mosogassál el, és akkor ő ezt így megérti. Na, nagyon-nagyon örülök, hogy ezt mondod, mert hoztam a hallgatóknak nagyon egyszerű trükköt, na már én is összekeverem a nyelvemet is. Szóval, tippet trükköt, ebben egyébként én is mindig belebonyolódom. Igen. Szóval négy lépés, ugye négyig mindig tudunk számolni, bár három a magyar igazság, én azért négy lépést hoztam, de a nullától kezdjük, jó? Tehát ahogy a vonalzón is elindulunk, nulla. A nulladik lépés az, hogy felismered azt, hogy ideg állapotba kerültél, ezt a szót szokták mondani az ügyfeleim, úgyhogy most én ezt hoztam, tehát feszült vagy, üvöltesz a pároddal. A példa, amit hoztam neked, ne mondd el már még egyszer, hogy idén nincs pénzünk ajándékokra. Utána tovább ész az első lépésre. De én már nagyon örülök, ha a nulladik lépést már tudom adni, és a kedves hallgatók, amikor legközelebb hazaérnek és elkezdenek üvölteni, vagy valamit idegállapotból közölni, felismerik, hoppá, ez a nulladik lépés. Utána következik az első, amikor felismerted, hogy te idegállapotban szóltál, kérlek szépen, kérj elnézést. Figyú, drágám, bocs, ezt túltoltam. Ennyi elég. Felismered azt, a másik már át fog nézni, és nem a vitában vagytok, hanem a két ember találkozik. Ha ezt megcsináltad, akkor jön a kettes lépés, tehát a második, gondold át, hogy mit szeretnél mondani. Tényleg, tehát a jelen példára vonatkoztatva, mit akarsz mondani, azt, hogy ne mondja el neked még egyszer, vagy pedig azt, hogy zavar, hogy nincsen pénzünk, vagy esetleg azt, hogy te is tudod azt, hogy be kell osztani. Ha ez megvan, jön a hármas lépés, akkor tudod az én üzenetekkel elmondani asszertíven azt, hogy mit szeretnél. Például, hogy engem is frusztrál, drágám, hogy idén nincs pénzünk ajándékokra, de kérlek szépen bíz bennem, be fogom osztani. Fú, de érdekes, mert az jut erről eszembe, hogy ehhez annyira durván tudatosnak kell az embernek lennie, és ahogy mondtad, te már annak is örülsz, hogyha valaki a nulladik lépésnél tart. Mennyi idő? Egyénenként változó az, hogy mennyi idő után jutunk el erre a szintre? Igen, ez nagyon változó, ugye ez a tudatosság, amit említettél, hogy éppen hol járunk, és mi mediátorok fel kell, hogy ismerjük, hogy az egyén egyébként hol tart. És ugye itt kérdezted ezt a pszichológiát, tehát hogyha én azt látom, hogy az egyénnek nagyon nagy az elakadása, akkor jelzem, hogy neki esetleg más segítségre is szüksége van. De mint mediátor tudok azonnali konkrét
segítséget is adni, és én ezt nagyon szeretem, hogy aki hozzám fordul, akkor nem is másoljunk, és nem majd holnap, meg holnap után, meg két hét múlva legyen megoldás, hanem adott esetben azonnal. Tehát ebben az esetben például, hogyha nekem van egy szolgáltatásom, ez a telefonos gyorssegélyszolgáltatás, ahol fölhívnak, és 45 percben az aktuális problémát át tudjuk beszélni. Tehát, ha mondjuk fölhívna ez a kedves úriember, hogy az ő felesége állandóan azt vágja a fejéhez csúnyán, hogy pénzügyi problémáik vannak, akkor azon kívül, hogy én megkérdezem, hogy ez most fordul elő, vagy hányszor fordul elő, ugye egy kicsit beazonosítom, hogy mi a probléma, tudom őt megsegíteni abban, hogy ha most hazamegy, vagy letesszük a telefont, akkor mit és hogyan mondjon el neki. Tehát végigvezetem mindig azokon a lépéseken. Ez egy instant segítség, és azért tartom ezt fontosnak, mert a mai felgyorsult világban az, hogy eljárjunk valahova magunkkal foglalkozni, egyszerűen azon kívül, hogy nagyon-nagyon fontos, nem érnek rá az emberek. De ha már pici lépések vannak, akkor sikerélményük van. Most, amiről beszélgettünk példaként, az ugye pároknál fordulhat elő, de hát azért szerintem így a karácsonyi készülődés időszakban azért anyalánya, apafia, nagymama, mama, anya, mindenki, szóval több szereplő is van ebben a történetben, akik között konfliktus lehet. Ráadásul azért mondjuk egy anya meg a lánya ugye két generáció, vagy hogyha több gyermeke van, vagy fia, teljesen mindegy, nem ez a lényeg, de több generáció, vagy más generáció máshogy kezelik a konfliktusokat. Akár például ilyen szerepkörben is tudsz segíteni, tehát nem csak párkapcsolati konfliktus helyzetekben? Igen, én nekem azért a fő területem az üzleti mediáció, de azért ezt össze szeretném hasonlítani a családdal. Ugyanis az üzleti életben, tehát egy munkahely, ez olyan, mint egy család, egy nagy rendszer. A főnök az apa, vagy az anya, attól függően, hogy ugye hol ki, és a beosztottak pedig a gyerekek. Tehát az a viszonyulás ugyanúgy megvan. És hogy most a generációkról beszélünk, hogyha otthon a szülő nem ért szót a gyerekével, ugyanaz a gyerek adott esetben ez a 20 éves elmegy dolgozni, és nem fog szót érteni a főnökével. Igen, generációk között nyelvezetben, kommunikációban, annak a kezelésében óriási különbség van. Megfogott az a mondat, amit az előbb mondtál, nem tudom pontosan idézni, de hogy alapvetően te jobban vagy a konfliktusokkal, tehát te nem vagy a konfliktusok ellen. Itt szeretnék két példát hozni, mert kíváncsi vagyok a véleményedre. Van egy olyan barátnőm, aki ez a tipikus olaszos, tehát hogy csapkod, földhöz vág két tányért, összetörik, de kiadta magából a gőzt, megy tovább, jó, hát üvöltözik picit a férjével, de hogy ő ez, ami a kezébe van, azt a földhöz vágja. Illetve van olyan barátnőm is, aki abszolút konfliktus kerülő, mert hogy ugye vagyunk pár így ezzel, hogy inkább kerüljük a konfliktust, aztán meg lehet, hogy később egy betegség formájában azért csak megjelenik az, csak nem biztos, hogy az ember tudatos annyira, hogy tudja, hogy hú, hát ez lehet, hogy azért volt, mert sokszor nem mondtam ki, amit érzek. Hogy lehet ezt kategorizálni, címkézni, hogy az egyik jó, a másik rossz, vagy erről mi a véleményed? Én alapvetően nem szeretem a címkézést, tehát azt semmiképpen nem mondanám, hogy aki konfliktus kerülő, kezdjen el földhöz csapkodni vázákat, bár hozzáteszem, hogy nagyon jó módja annak, hogy a feszültségünket levezessük, de nem a másikon, hanem hogyha mi vagyunk feszültek, akkor nyugodtan menjünk ki hátra a házunk udvarába, és ott csapkodjunk üvegeket, és meg fogunk nyugodni. De abban az esetben, amikor a férjünkkel kommunikálunk, és ez rá vonatkozik, tehát azt veszi ő észre, hogy a dühünk az ő ellenébe, vagy ő szembe megy, akkor nem célszerű akkor csapkodni a tányérokat. Konfliktus kerülés van, nagyon sokan így próbálják, vagy azt gondolják, hogy ők kezelik a konfliktus, és inkább elkerülik. Én azt gondolom, hogy aki konfliktus kerülő, az nem tudja, hogy hogyan mondja el a másiknak. Ugyanis a konfliktus az semmi másról nem szól, mint van egy adott szituáció, amiről máshogyan vélekedünk. És az a másfajta véleménynek az elmondása a stílusban megjelenik, és abban mutatkozik meg, hogy konfliktusunk lesz. Ugyanis, hogyha nézeteltérésünk van, de nem vagyunk úgymond idegállapotban, akkor el tudunk erről vitatkozni. Igaz, hogy neked tetszik-e ez a monitor, vagy nem, vagy helyén valónak tartod, de hogy én mondjuk ezt a gulacsot használom, vagy sem. De hogyha én ezt úgy mondom, hogy milyen undorító ez a monitor, akkor ugye benned ez egy érzelmet kivált, és ugye itt térünk vissza a pszichológiára, hogy ez az érzelem
honnan ered nálad, és mire emlékeztet? Mert ezt észre sem veszed, hogy esetleg az édesanyád beszélt veled így, bekapcsol valami automatikus, egy negatív automatikus gondolat, és már viszi az egészet el. Meg sok esetben én saját magamon is azt tapasztalom, hogy is itt akkor már bejön például az egészségtudatosság, meg hogy mennyire figyelünk oda arra, hogy eleget alszunk, megfelelően étkezünk, mert hogy valljuk be, hogy valahol ez is számít, mert én például tudom magamról, hogyha nem eszem normális, akkor feszültebb vagyok. Ha nem alszom eleget, akkor is feszültebb vagyok, ami aztán a páromon csattan. Tehát, hogy azért ez egy nagyon fontos, megint csak a tudatos szót tudom használni, hogy ezekre is, hogy önmagunkra odafigyeljünk ilyen szempontból. Ilyen tanácsokat is szoktál adni? Vagy ezt is felméred, hogy mondjuk ő alapvetően lehet, hogy nem lenne feszült, csak két hete nem alszik, és mondjuk ez jelenik meg egy-egy konfliktus során. Igen, tehát akkor térjünk vissza a klasszikus mediációra, amikor kettő vagy több fél vitatkozik, és eljönnek hozzám, elmondják, hogy mi a vita tárgya. Az első lépés mindig az, hogy tartok egy úgynevezett előkészítő beszélgetést, és ott egyesével átbeszélem az ő nézőpontjukat, és ott ezt fel fogom ismerni, hogy ő feszült. Akkor ezt kibeszéljük, hogy ő neki most van ez a feszültsége, régről ered, hogy gondolja, rávetíti a másikra, tehát ott van időm arra, hogy őt érzékenyítsem, és eljutassam arra a szintre, hogy ráébredjen, hogy ez a feszültség ez most a témához csatlakozik, vagy pedig a régről ered. És ott tudom őt megsegíteni igen különböző tippekkel. Pár perce már mióta beszélgetünk, azon gondolkodom, hogy milyen lehet Dalnoki Dórával veszekedni. Hát ezt meg lehet kérdezni a családomban. Van három nagy lányom, úgyhogy ők ebből szerintem tudnának, meg a párom is elmondhatná azt, hogy én hogyan veszekszem. Általában azt mondják, hogy ne legyél légy szíves mediátor, hanem legyél az anyukám, és veszekedjünk úgy, ahogyan régen csináltuk kiskorunkban. De te tudsz konkrétan, már biztos, mert neked van ebben gyakorlatod, folyamatosan tudatos lenni, mert más, ahogy az előbb is beszéltünk, esetleg a pároddal vitatkozni, meg nyilván más a gyerekeiddel is, és hát gondolom, hogy nem feltétlenül ugyanaz a korosztály, tehát ott meg még több generáció megjelenik, tehát így át tudod váltani az agyadban, hogy akkor vele most így kell beszélni, a másikkal meg amúgy. Ugye az érzelmeim nekem is bekapcsolnak, tehát a nulladik lépésnél én is néha felemelem a hangom, de én a nulladik lépésnél már tudom, hogy oké, most mi van, és akkor azonnal korrigálok. Azt ugye, akiket ismerek, ott tudom pontosan, hogy ő milyen konfliktuskezelési stílussal rendelkezik. A legkisebb lányom, ez a kamasz, a 20-20 múlt, ő például konfliktuskerülő. Nagyon nem szeret konfrontálódni, úgyhogy egészen máshogyan vitatkozom vele, mint például a középső lányommal, aki meg kimondottan szeret. Igen, tehát hogyha én ezt egyébként felismerem már másoknál is természetesen. Nagyon rövid időnk van már csak, de azért mindenképpen még említsük meg a videóidat, mert hogy azért tartogatsz még, hiszen Szentestéig, 24-éig tervezed a videókat, ugye a Dalnoki Dóra Instagram oldalán találjátok meg a videókat, ahol egy ilyen kis ördög meg angyal szerűen jelenik meg az, hogy egy konfliktus helyzetet hogyan ne kezeljünk és hogyan kezeljünk. Még nagyon röviden csak, hogy ez egyáltalán hogy jött ez az ötlet, hogy ezt ilyen formában add át a követőidnek. Igen, köszönöm szépen, tehát Dalnoki Dóra a mediátor oldalon, nem a személyesemen. Ugye az én küldetésem, ahogy említettem, azt, hogy a vitakultúrát, helyes vitakultúrát elterjesszem, és én nagyon szeretem a konkrétumokat. Nem szeretek általánosságban, lőzungónban beszélni, ugyanígy a kliensemmel is így folytatom a beszélgetéseket, és arra gondoltam, hogy ez a legegyszerűbb módja, hogyha képi megjelenítésben egy-egy mondatot mondok el, és valahogy adta magát az, hogy a nem helyes az egy ördög, a helyén való az pedig az angyal. Úgyhogy fölvettem egy piros ruhát, és akkor tettem egy kis szarvaskát, elmondtam a nem helyén való mondatokat, és akkor az angyalba öltözöttem pedig azt, ahogy szerintem kellene mondani. Csak egy kis idézet, pár, keressetek rá mindenképpen Dalnoki Dórának, mediátornak a közösségi oldalára, például december 9-a, apád megint elkezd politizálni, én tuti ráborítom a halászlevet anyád ünnepi terítőjére, hát gondolom, hogy ez is például sokaknál ismerős lehet, vagy ne mondd el még egyszer, hogy idén nincs pénzünk ajándékokra, erről ugye beszéltünk, vagy például itt egy másik, hagyjál békén a folyamatos takarítási mániáddal, karácsony lesz, nem tisztasági ellenőrzés. Na ezeket hát formálod át egy kicsit, hogy lehet ugye ez szebben. Igen. Ugyanakkor nagyon sokan megkerestek, hogy akkor mit csináljanak, hogyha ők a munkahelyen karácsonykor feszültek. Én azt mondom, ugyanezt.
nulladik lépés, hogyha a főnök mondjuk ráüvöltött a HRS-re, mert a cégen belül nincsen pénz, és a HRS állandóan azt szeretné, hogy legyen fizetésemelés, ismerje föl, és csak egyszerűen mondja, Gizike, elnézést, ideges voltam. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, remélem, hogy felkeltettük az érdeklődéseteket. Van még azért időtök feszültségmentesen készülni a karácsonyra, a Szentestére, még csak 14-e van. Dalnoki Dóra Mediátor, ilyen néven találjátok meg az Instagram oldalán Dórát, akinek köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm, és feszültségmentes karácsonyi készülődést kívánok.